Jó napot kívánok, üdvözlünk a mai sajtótájékoztató mindenkit, hárman tartjuk, Helmeci László, Orosz úr, illetve jó magam, mint önkormányzati képviselő. Nos, ma én csak a köszönő ember vagyok, de egy dolog miatt nagyon fontosnak tartottam, hogy ide üljek, amiatt, hogy a közgyűlésben nagyon szeretik egyesek emlegetni, meg a nyíregyházi sajtóban, hogy túl sűrűn tartunk sajtótájékoztatót Helmeci úrral közpénzügyben. Most hát a nyíregyházi közpénzügy és a nyíregyházi cégek személyzeti politikája ezt bizony indokolttá teszi, tehát innen üzenem, hogy ezt ezután is meg fogom tenni, mint ahogy most is. A lényeg a sajtótájékoztatónak röviden annyi, hogy természetesen úgy cselekedett a munkaügyi per eredményeképpen a Nyír VV, mint ahogy elképzeltük róluk, ahogy ők állnak a törvényességhez. Szerencsére olyan indoklással tették ezt, ami hát, hogy mondjam, további élcelődésre, meg egy kis humorizálására is ad okot, de erről majd később beszélünk. Most Helmeci úrnak adnám a egész lényegéről a szót, és aztán Orosz úrnak parancsoljatok. Tisztelettel köszöntöm a sajtó képviselőit. Amikor tájékoztattam a sajtót arról, hogy azért végül is a bíróságon még igazságszolgáltatás folyik, és ott a nagyobb igazságot nem szolgáltathattak volna Orosz Zoltánnak, mint az, hogy ő, aki közpénzek érdekében szólt, mert nem akár helyen, akármilyen helyen, nem az ügyészségen, őt azzal büntetni nem lehet, hogy elbocsájtom, kirúgom a munkahelyéről, ilyenfajta retorziókat alkalmazott. A bíróság az ő esetében a következőt mondta ki. Olvasom, jó? Az elsőfokú bíróság ítéletével kötelezte az alperest, amit utána helybe hagyott ugye a másodfok, hogy a felperes, tehát a Nyír VV, alperest, hogy Orosz Zoltánt. 2013. március 5 napjával jogellenesen megszüntetett munkaviszonyát vezető raktáros munkakörbe és 193.500 forint bruttó havi átlagbérrel legkésőbb az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 15 napon alatt állítsa helyre, tehát ezt a munkaviszonyt, és a felperest a korábbi munkaszerződésnek megfelelő ilyen változatlan feltételek mellett foglalkoztassa. Ez úgy gondolom, hogy magyarul van, ezt Megmester úrnak is üzenem, mert a tulajdonos nélkül, Kovács Ferenc polgár Megmester úr nélkül ezt Bocskai nem meri megcsinálni, de maradjunk ennyibe, amit megcsinált. Kérem, és teljesen semmibe veszik az ítéletet, közölték, hogy felmondják a munkaviszonyát Orosz Zoltánnak, és na most tessenek figyelni, mert ez viszont már komolyan mondom kabaréba illik, hogy miféle indokolással. Azt mondja, hogy a munkaviszonyának helyreállítása során a humánpolitikai csoportvezető a jogszabályi változások miatt nevetséges, a biztosítási jogviszony helyreállítási érdekében kérte, hogy valamennyi iskolai végzettséget, illetve szakképzettséget igazoló okiratot csatoljon be, függetlenül attól, hogy milyen jellegű volt az oktatás, amilyen részt vett. Nem tudom, tesznek-e emlékezni a sajtóképviselői olyanra, hogy ez az ítélet azt tartalmazta volna, hogy valamiféle okiratok becsatolásától függ, hogy helyreállítom a munkaviszonyát, vezetőraktárosi munkakörbe. Aki olvas ilyet, akkor, mert úgy tűnik, hogy ezek a beteg emberek, ezek nem, tehát valami ilyesmit olvasnak ki, mert józanésszel fel nem lehet fogni, mi nem hajtom végre az ítéletet. Már engedelmet kérek. 2016. március 7 napjáig kizárólag egy szakközépiskolai érettségi bizonyítványt csatolt be, bemutatja Zoli mindjárt majd a végzettségét, tehát megállapítható, hogy egy alapképzésen kívül nem rendelkezik a raktározási feladatok ellátásához kapcsolódó további végzettséggel. Na most innentől kezdve, miután ez sajtónyilvános ez az ügy, sajtóérdeklődésre tart számot, innentől kezdve ezek már azt állítom, hogy nagyon komoly személyiségi jogokat sértenek. Azért engedelmet kérek, 22 évig ott dolgozik. Vezetőraktárosi munkakörben van. Jogellenesen felmondja a munkaviszonyát, jogellenesen egy olyan ember, aki jelenleg is vesztegetés miatt
vesztegetés, közokirat hamisítás miatt jelenleg is vád elhalasztás alatt áll, erkölcsi esélyes. Mellesleg legjobb tudomásom szerint középfokú végzettsége van. Legjobb tudomásom szerint kárpitosként. Ő alkalmas ügyvezető igazgatónak mindenféle papírok nélkül úgy, hogy a saját maga által vezetett nyírvévé sérelmére elkövetett hűtlenkezelés miatt és más bűncselekmények miatt ott ül a vádlottak padján. 81 néhány milliós hűtlenkezelés miatt. Ő alkalmas és ő hozta ezt a határozatot, kérem. A világ hova jutott, megmester úr? Hova? Mert az, hogy Kecsketeljet rendel, a polgármester Kecskesagyját üzemből rendel, ugye, iskolatejet, ezt értjük. Értjük. De megmester, Megkelek annak idején a meséből, ez egy jó szándékú. Ó, mester úr, csak mindent elrontott. Itt tartok tőle, hogy mester úr, ő már nem jó szándékú. Ezek nagyon aljas dolgok, amik itt történnek. Kérem szépen. Meddig még, ameddig? Ki látott már ilyet, hogy már az ítéletet se hajtom végre, olvasom tovább, mert ez komolyan kabaréba illik. Igen. Az ön által betöltött vezetőraktáros munkakört 2013. július 23 napjától, tehát magyarul, miután kirúgtam jogellenesen, magasabb szakmai végzettséggel rendelkező munkáltatóval töltöttük be, fejedelmi többes az ügyvezető. A fentiek következtében, gondolom, hogy megmesterrel egyeztetett, a fentiek következtében társaságunknál az ön munkakörében magasabb szakmai végzettségi munkavállaló végzi a raktárvezetői feladatokat, más területen hasonló munkakört felajánlatni nem tudok, így tovább foglalkoztatásra nincs lehetőségem. Tájékoztatom, hogy a felmondással kapcsolatos elegyéb járandóságét, felmentésítőre járó bér, stb. Munkaviszonyi igazolásokat, dokumentumokat, a felmondás átvételeinek napjától számított 5. munkanapon kerül kiadásra, amennyiben önnek nem tetszik, nyilván itt a végén, úgy 30 napon belül keresettel fordult a Nyíregyházi Közigazgatás munkaügyi bírósághoz. Most borítékolom, természetesen keresettel fordulunk, és vissza fogják helyezni vezető raktárosi munkakörbe, de én azt gondolom, hogy miután ennek a nyírvévének van egy tulajdonos, azt úgy hívják, hogy Kovács Ferenc megmester úr. Nagyon döntő a tulajdonosi felelősség, kérem. Amiatt is, hogy egy, még egyszer mondom, nagyon komoly, a nyírvévé sérelmére elkövetett bűncselekmény vádja alatt álló személy vezeti ezt a céget. Akinek, még egyszer mondom, nincs erkölcsi bizonyítványa. Ügyvezetőnek jó. Az egykori üzemi tanácstag, felügyelőbizottsági tag, 22 év munkaviszony után jogerős ítélet alapján nem töltheti be a korábbi munkakörét. Hát, ugye, most érdekes dolog, ugye kérek végrehajtásos, van egy felmondás. Vagy azt várják, hogy menjen a bírósági végrehajtó, csináljanak egy leltárt, leltárra adják át a raktárat Orosz Zoltánnak, és vigye be kézzel fogva végrehajtó a raktárba, hogy Orosz úr tessék parancsolni, mert ez volt az ítélet. Mit képzelnek ezek az emberek? Ez egyik. A másik. Nyugodtan leírhatják. Azért nem foglalkozok ki, hogy azt sem tudom, hogy hívják ezt a lakálymédiát, itt, amit itt mindig bedobálnak ingyen. Ez a nyíregyházi napló. Nyíregyházi napló. Igen. Múltkor címlapon szórakoznak ott velem, bokámig nem érnek, úgyhogy nem nagyon foglalkozok velük. Azért foglalkozok velük, mert az ügyfelemről szól. Csak azért, mert egyébként, hogy mondjam, hogy én azt, ami történik, azt nem gondolom újságnak, meg újságírásnak se. Tehát nem foglalkozok vele. De azért ez mégiscsak furcsa, hogy azzal szórakozik a lakánymédia itt, hogy én miért nem figyelmeztetem Nagy Miklóst, az ügyfelemet, hogy tartsa be az ítéletet, hiszen Nagy Miklós tartozik a Városkép Kft-nek. Ténykérdés, kérem szépen, hogy tartozik. Ez igaz. Csak hogy. Amikor megítélték az első 5.700.000 forintot a Városképpel szemben, nem, meg a perköltséget, nem hajtotta végre a nyírvévé az ítéletet. Vagy a Városkép.
Ezért Nagy Miklós nevében végrehajtást kellett kérni, és azokat az összegeket, amiket megnyertünk, azt végrehajtás útján kapta meg Nagy Miklós, ami jelentős pluszköltséggel járt. Na most, a második felvonásban, ugye az 5.700.000 után még nyertünk több mint 3.000.000, akárhány 100.000 forintot. Na most, ezt a második fordulóban a törvényszéken jogerősen megítélt 3.000.000 forintot kell visszafizetni Nagy Miklósnak, hangsúlyozom, 6.000.000-jában már így is úgy is belekerült a városképnek, meg a városnak az, hogy jogellenesen elbocsájtották Nagy Miklóst, de addig, amíg nem tudjuk pontosan, hogy mennyi volt a végrehajtási költség, stb., addig nyilvánvalóan, hogyha a fej alatt lenne ennyi pénz Nagy Miklósnak, nem érte volna fel, ugye, abban bízva, ugye, hogy meg volt neki ítélve, akkor se tudnám visszafizetni, mert nem hajtották ők végre annak idején az ítéletet, és komoly végrehajtási költségek vannak, amit nem fog visszafizetni sohasem Nagy Miklós, azért mert az miattuk merült fel. Tehát magyarul. Egyébként még annyit is üzenek a Lakály médiának, hogy nem az én feladatom rászorítani Nagy Miklóst, hogy hajtsa végre az ítéletet, mint ahogy Megmester úr sem nagyon tudta, úgy tűnik, vagy nem akarta rászorítani, bár neki kötelessége lett volna, mint tulajdonosnak, arra, hogy teljesítsék az ítéletet. És még egyszer mondom, ott vannak a kiállított végrehajtási lapok. Tehát ez volt a második, amit mondani szerettem volna. Van még egy harmadik. Tudom, hogy sok a sajtónak két hír az bőven elég szokott lenni, de annak ellenére kérem szépen, tetszenek emlékezni rá, amikor a gyógyfürdőbe ugye egy ismert vállalkozót megvernek. Ugye? Ó, azonnal. Nem a gyógyfürdőnek az őrzővédős alkalmazottja, ott a pénzszállító. Mi a Szűz Máriát keres a pénzszállító, az öltözőből öltöznek, miért veri földig? Hát azt már nem lehet tudni, ezt a szerencsétlen embert. Na mindegy, summa summarum, hallom, hogy megjelent a Lakály médiában, hogy hát itt most már havaj van, és megtudtuk az ügyészségről, hogy hát itt jogos védelmi helyzetben volt ez az újabban már őrzővédő, vagy a pénzszállító, vagy mit tudom én kicsoda, és akkor olvasok egy határozatot, kérem szépen. Neveket ne írják már, mert a vállalkozó miatt ne írjuk. A gyanúsított nevét sem fogom mondani. Azt mondja, hogy a Nyíregyházi nyomozóügyészség nyomozás megszüntetéséről szóló határozata ellen Helmeci ügyvány a sértett nevében panaszt terjesztette, a panaszoknak helyt adok. Hatályon kívül helyezem a megszüntető határozatot, és elrendelem a nyomozás folytatását. A sértett feljelentése alapján nyomozóhatóság súlyos testi sértés büntetének kísérlete miatt rendelte nyomozás, stb. Mondom tovább, ki is hallgatta. Igen, itt van, a panaszok alaposok. A nyomozati, valamint a panasz mellékleteiként becsatolt iratokat megvizsgálva megállapítottam, a nyomozás nem szüntethető meg, az a tényállás nincsen felderítve úgy, hogy az ügyész érdemi döntést hozzon az ügyben. Ennek érdekében további nyomozati cselekményeket kell elvégezni, amire csak is a nyomozás keretében kerül sor. Tehát itt már beharangozták, hogy itt a vállalkozó volt, nem jogos védelmi helyzetben volt. Ez egyébként teljesen törvénytelenül és állásmondom szerint bűncselekményt megvalósító módon viselkedő személy, és azt itt már azonnal közölték, kíváncsian várom, nem látom itt őket, hogy nem kérdezik meg az ügyészséget, hogy mi van. Megszűnt már végleg, mert hát azért, mint a panaszjogunk lett volna, és természetesen megpanaszoltam, helyt adtak a panasznak. Úgyhogy hát erről ennyit, és hát nem tudom, hogy Zoli akar-e elmondani valamit. Még nincs kitűzve a második felvonása az ő ügyének, és hát ugye, hogy mondjam, annyira látszott illetesnek figyelni, hogy eszük ágában nem lesz visszavenni. Elmondom azt is, hogy tessenek ide figyelni. Ezt az ítéletet január 26-án hozták. A nyílőjének a jogi képviselője, mint minden városhoz kötődő céghez, a budapesti ügyvédi iroda itt ennyi per elvesztésére alkalmas nyíregyházi ügyvéd nincsen, Kovács előtt szokta ezeket elbukogatni, ezeket a pereket. Tehát ő ezt ott volt az ítélt hirdetésnél, tehát tudomására jutott. Ezt az ítéletet,
hogy mondjam, legalább két hete kézbesítették, tehát most volt az az időpont, amikor már a készvételétől számított 15 napon belül alkalmazni kell vezetőraktárosként. Kivárták a 15. nap környékét, jól mondom, és akkor nem csináltak leltárt. Hát egy raktárt, ha vissza akarok adni az ítélet alapján, tudomásomra jut, leltározok, oroszul, parancsoljon, sorry. Nem kell tőle bocsánatot kérni, mert az új emberek úgy szokták, hogy bocsánatot kérnek, hogyha valamit nem jól csinálom. Nem kell, csak még rajtan az ítéletet. Nem volt leltár, bement az ítélethirdetés másnapján, mi legyen, majd telefonálunk. Amikor megkaptuk az ítéletet, az ítéletével, amitől a kezében bement, hogy akkor tessenek már mondani, hogy merre van az előre, majd fogunk értesíteni. Aztán behívták, hogy végig sétáltatták ezzel a sétapapírra, amit hogyha most kéne felvenni, hogy még, nem tudom, hogy megalázni szerették volna, hogy azt szerették volna, hogy nézzem már körül a kollégák között, és akkor ezután közölték, hogy na akkor most viszont felmondunk. Hát ugye, miután ez idézőjelben mondom, rendes felmondásnak tűnik, mert nem az, mert azért, ugye ez megint egy jogellenes felmondás, ez azt jelenti ugye, hogy március 10 napjától szünteti meg a munkaviszonyát, és ugye mindjárt azt mondja, hogy a munkaviszonya június 7-tel szűnik meg, mert ugye nem tart igényt nyilván a munkájára, felmenti a munkavégzés alól, és hát tulajdonképpen a jogerősítélet mellett egy percet nem dolgozhat vezetőraktárosi munkakörbe, amiből jogellenesen egy olyan személy rúgja ki, aki épp az ő feljelentése kapcsán oda kerül a vádlottak padjára, és a büntetőeljárás folyamatban van ellene. Szóval én azt tudom mondani, hogy mondjam, sokszor olyan érzésem van, hogy még biztos, hogy jogállamban élünk még. Hát azért valahol egy önkormányzati cégnél, önkormányzatnál, egy választott vezető által gyakorolt tulajdonosi jogok esetében nem kéne felállni a székből, azt eltolni a piros biciklit, itt nagyon messzire. Mit keresnek ezek az emberek a polgármesteri, az ügyvezetői székbe? Könyörgő. Mégis mit képzelnek magukról? Hogy ők kitúl vannak a törvényen? Kívül azt csinálunk, amit akarunk? Mert mondjuk a vezető kormánypártban megtaláltuk a helyünket, mit tudom, a 2000-es évek elején, mert amikor a vezető kormánypártban sokat kellett dolgozni, akkor én voltam. Megmester útra én nem láttam. Tehát azért mondom, mit gondolnak ezek az emberek magukról? Tehát megtehetjük, nem tudom. Szóval nem is értem. Valaki azt gondolja, hogy bennülök egy pozícióba, addig azért én azt hiszem, és itt van vége, addig én azt hiszem, hogy azért, ha egy kicsit is tiszteljük azt, hogy valamiféle jogállamban élünk, különösen, hogyha valamilyen oknál fogom még mondjuk véletlenül jogi diplomát is szereztünk, hát azért addig talán nem kéne eljutni, hogy már ítéletet sem hajtunk végre. Mert ugye, hadd ne magyarázzam meg, hogy ezek az indokok mondva csináltak. Hát ezt mindenki, ezt aki megfogalmazta, nem hiszem, hogy Bocskai fogalmazta volna meg, az nagy meglepetés lenne, hogyha egy ilyen levelet meg tudna fogalmazni, mert ismerjük a történetet, kézivezérelt ez a cég. Tehát mégis mit várnak a következő pertől, hogy mit fog mondani a bíróság? Jól tettétek! Ahányszor ezt megcsinálja valaki, akit kirúgok jogellenesen, keresek egy olyan embert, akinek egy raktárosi tanfolyammal többje van, és akkor a helyét oda teszem, és azt mondom a bíróságnak, ne tessenek már haragudni, de hát itt ennek egy papírral többje van. Mit tetszenek akarni ezzel az ítélettel? Szóval nem tudom. De azért azt ne tessenek már hinni, hogy itt valami alulképzett ember ül mellette. Egy raktárost, ha nagyon ki akar csinálni a munkáltatói, akkor leltároz, keresi a hibát.
megkísérelték azt megelőzően már Orosz Zoltánnal, mindig minden rendben utalak tárnak. Így nem lehetett rajta fogást találni. Ugyanis tudták, hogy ki áll dolgozói érdekekért, meg tudtak arról is, hát már ráraktak valami közmunkást, ugye? Megfigyelőt. Megfigyelőt, na. Tehát megkezdődött ez a cirkusz azt megelőzően, hogy Zoli besétált volna az ügyészségre feljelentést tenni, hogy nem kéne már tovább lopni a város vagyonát. Tehát azt megelőzően. Nem találtak rajta fogást, tehát nincs, szó sincs arról, hogy ebből egy mondat igaz lenne, de nem is igaz. Nem, hát megmutatjuk azt, hogy mi megtehetjük azt, hogy a ítéletet se hagyjuk végre. Hát majd meglátjuk, hogy ki nevet a végén. Remélem azért egyébként, hogy ennek azért valamilyen módon egyszer csak meglesznek azok a tényleg megfelelő következményei, amit egy jogállamban azért elvárható az ember. Most azt azért sajtónak mondom, büntetőjogi szempontból érdekes a dolog. Tehát mondja itt Lövei úr, hogy további büntetőügyek, feljelentések is vannak. Ha a vád elhalasztás idejére esnek azok a cselekmények, amik felmerülnek, hogy ismét valamiféle gyanús dolgok történnek a nyírvévénél, és ahhoz köze van Bocskainak, ha a vád elhalasztás alatt bármit elkövet az a személy, aki vád elhalasztás hatálya alatt áll, hatályát veszte a vád elhalasztás. Jön az új, meg azt is elbírálja a bíróság. Azért mondom, hogy nem semmi a probléma. Én nem tudom, hogy mennyire alaposak ezek a felmerülések, ugye az ártatlanság vélemény mindenkit megillet, kivéve a közökirat hamisításban, meg a vesztegetésben, amit itt örökösen szajkóznak a közélet tisztaságát a kormánypárti politikusok, ugye, vesztegetésben, Bocskainál fel sem merül az ártatlanság véleme, mert még egyszer mondom, a saját elhatározása alapján tudomásul vette a vád elhalasztást. Az azt jelenti, hogy megállapította az ügyészség, hogy elkövette a vesztegetés és a közokirat hamisítás büntetét. Szóba sem került az ártatlanság véleme, még egyszer mondom. Tehát ezt a mesét előadhatja Kovács Ferenc a pulpitusról, de miután neki úgy tűnik, hogy fogalma nincsen a büntetőjoghoz, elfelejtette már, vagy meg se tanulta, a fene tudja, de itt szóban nem került abba, amiben be van vádolva és folyik a tárgyalás, abban nyilván a jogerős ítélet után mondhatjuk azt, hogy elkövette, de vád elhalasztást, tudomásul veszek, és nem kérem, hogy a bíróság tárgyalja le a vesztegetést, meg a közökirat hamisítást, hanem tudomásul veszem, hogy 2 évig vád elhalasztás hatály alatt állok, akkor ne beszéljük ártatlanság véleményről. Szó, ő ismerte el, azzal, hogy nem kért, hogy a bíróság tárgyalja az ügyet, azzal ő ismerte el, hogy ő ezek a cselekményeket elkövette. Na most én nem tudom, hogy mit tud ez az ember, meg mit nem. De én azt nem értem, mert még ha a testület gyakorolja a tulajdonosi jogot, azt mondom, mert a testületnél valamennyi embert nem lehet felelősség. De itt, ahol a polgármester gyakorolja a tulajdonosi jogokat, hogy meri megtenni politikai szempontból, hogy egy vesztegetés büntette miatt jogerősen vádelhalasztás alatt álló személlyel betört ilyen pozíció. Tehát tessenek ide figyelni, ez az ország már itt a tűrési köszöbök rendkívül magasak. Tehát ezt, itt látjuk, hogy milyen a közélet. Mert ezt egy normális jogállamban ez nem fordulhatna elő. Hogyha ezt valaki megcsinálja, felhívják a figyelmet, hogy mondjam, hát, na, de hát tetszene tudni, abban az országban élünk. És hát csak úgy megjegyzem záró. Abban az országban élünk, ahol nem elég, hogy a vezető kormánypárt nem adja ki köztörvényes bűncselekmény miatt ennek a megyének a 6 országgyűlési képviselő jelöltjéből az egyiket évekkel ezelőtt, Simon Miklóst, nem adja ki olyan ügybe, amiben később további 5 vádlottat elítélnek. Mindegyiket szabadságvesztésre, egyet végrehajtóra. Nem adja ki. Amikor még nem adja ki,
a többi ellen nem folytatta a bíróság az eljárást, mondhatja azt a vezető kormánypárt, hogy hát biztos valami politika van ebben, de miután elítélik nyilvános tárgyaláson azokat az embereket, és miután ismerté válik az ügy, hogy a közvetlen munkatársát is elítélik Simonnak, ugye, ebbe az ügybe, ezután elindítja a képviselőjelöltnek, hogy meghosszabbítson azt az időt, amelyik idő alatt nem tud eljárni a bíróság, mert ismételt kiadását nem fogja kérni, mert nem kell a jelenlegi jogszabályi környezetbe, addig áll az ügy, amíg országgyűlési képviselő nem lesz. Most ezután csinál olyan ordinári kampányt, amit ismerünk a megyéből, hogy mit csinált, mert ugye ragaszkodik a székhez, mert retteg a büntető eljárástól. Semmi se számít. Lehet kurucinfót terjeszteni, nem akarom részteni. De hogy miután megválasztják, mert beviszi a kétharmados szél a parlamentbe, ezután ezt az embert beválasszák a rendészeti bizottság alelnökének, akkor jó módon az már, hogy mondjam, azt hinni az ember, hogy ettől már nincs lejjebb. Ezek produkálják, hogy van lejjebb. Mi vagyunk itt hatalmon, ti magyarok vegyétek tudomásul, hogy mi azt csinálunk, amit akarunk. Ha kell, ítéletet nem hajtunk végre, ha kell az emberüket, nem engedjük az igazságszolgáltatás elé, elbutatjuk még négy évre, még nem tudom hány évre, hadd csinálja, nem baj az, hogy gázol másnak a becsületébe. Természetesen most ebbe a nyírbogát ügybe is nem adta ki a parlament, mert hogy adta volna ki Simon Miklós, ugye, mert csak a feleség ellen folyik a eljárás, amiatt az ominózus 2013. november 6-ai események miatt. Tehát nem is nagyon értem. Ez már nem tartozik különösen a sajtótájékoztatóhoz, csak halkan jegyzem meg, de az újságírók szerintem olvasták. Szilvási Györgynek a testvére ellen egy 6 éve folyamatban lévő ügyben kórházigazgató, magas honvéd kórházigazgató volt, ugye kiszabtak valami felfüggesztett szabadságvesztést, tessenek figyelni jól, valami 5 milliós hűtlenkezelés miatt, mert valamelyik orvos a láthatóság szerint nem dolgozott meg a pénzéért valami megbízásos szerződés alapján 5 millió. 6 év után megfelelőzték, hogy szabjanak már ki végrehajtandó szabadságvesztést, majd még egyszer mondom, 5 milliós hűtlenkezelés mellett, hogyha egyáltalán igaz lenne. Tessenek csak figyelni, és Hende, miután Szilvásinak hívták, nyilván azonnal felállított az igazgatói székből, hogy honvédelmi miniszter lett, mert hát mégis mit keresett ezzel a névvel valaki igazgatóként, ugye? De hát akkor mi várható a Bocskai ügybe? Hányszor 5 millió 84? Gondolom, ilyen következetes lesz az ügyészség. Itt nem telt el 6 év, nem 5 millióról van szó, és ugye hát politikailag nem motivált szocialista irányba. Ugye? Na hát minden esetre köszönöm, hogy eljöttek a sajtó képviselői. Mi jövő ügyben nem merülhet föl a Fölérőbizottságnak a felelőssége? Loványi négy, könyör. Te ezzel dolgát a Fölérőbizottság, magyarul? Most Csaba, én hagyd mondjak valamit. Tehát, ugye, én szerintem az nem a felügyelőbizottságnak a felelőssége, hogy egy ügyvezető egy ítéletet végrehajt-e vagy nem. Köteles lenne végrehajtani. Na most, hát érdekes dolog ez, mert szóval, de ez most furcsa dolog, amit mondok. 37, nem tudom hány éve vagyok a pályán. Soha nem volt olyan, hogy a munkaviszony helyreállítása kérdésében végrehajtást kellett volna kérni. Mert végrehajtják. Érted? Tehát olyan nincs, hogy nem hajtja végre. Ennek ellenére szinte tudtam, hogy azt fogják csinálni, hogy felmondanak. Na most, hogy mondjam, ez egy van bőségesen joghéz, én megmondom, hogy miért. Szóval itt, hogyha a jogalkotó nagyon következetes akarna lenni, akkor azt mondom, hogy jó, semmi baj, felmondtál,
De van itt egy jogerős ítélet, kisfiam. Hisz a helyzet? Nem. Jó, 500 ezer forintot bírság. Még mindig 1 millió. És addig bírságolom az ügyvezetőt, hogy nem adja végre az ítéletet. Nem ez lenne a rendjén való, gyerekek? Nem? Hát a büntető ítéletet nem hajtott végre, kiadják ellenőre az elfogató parancsot, ha nem találnak, akkor kiadják ellenőre az európait, majd a nemzetközi, azt megpróbálnak előhozni Tájföldről is, hogy bedugjanak a börtönbe. Mert az ítélet az már arról szól, hogy az, ha jogerős, azt végre kell hajtani. Kivéve a Megmesternek, meg Bocskainak. Hát hol? Hát ez a magyar bíróság jogerős ítélete. Na. Köszönjük szépen a többi.